Üdvözlünk mindenkit szeretettel itt a negyedik Equal alkalmával az FMK-ban. Az én nevem Liga Liviert, az enyém pedig Bella Tria. Megpróbálunk rövidek lenni és lényegre törőek így a nap folyamán, ugyanis reggel most 11 óra van, este 6-ig itt leszünk veletek. És akkor is lehetőleg nagyon sok élményt szerzünk együtt. Reméljük. Üdvözöljük az újonnan érkezőket is. Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy itt vagytok velünk. És akkor szerintem kezdjünk is neki. Az első előadónk majd lesz. Igen. Én akartam tőled egyébként kérdezni korábban, hogy te mennyire vagy benne a Harry Potter világában? Hát én nekem gyerekkoromnak egy nagy élmény. Az első olyan olvasási élmény volt a Harry Potter, amikor tényleg képtelen voltam letenni egy könyvet a kezemből. Úgyhogy meghatározó. Nem tudom, hogy hányan vannak ott, aki itt a közönség soraiban, akik ilyen 90-es, 92-es, 94-es születésűek, de én azt tapasztaltam, én mint 92-es ember, hogy az az élmény, amikor a könyveket elkezdték megfilmesíteni, és én pont 11 éves voltam, amikor az első film kijött, az egy olyan hatalmas élmény volt nekem, hogy azt láttam, hogy egy velem egyidős kis sráccal történnek varázslatos dolgok, azonnal megfogott, és előtte ugye elkezdtem olvasni a könyveket is, úgyhogy már vártam, hogy mikor mi történik, és egyszerűen teljesen el voltam varázslatos a világtól. Igen, ez azért is lehet, mert hogy ugye együtt nőttünk fel a gyerekszínészekkel abból az időből. Plusz ugye jött a többi franchise, ugye az egész a könyvektől indult, de hogy mára már Lego szettek vannak, meg játékok, számítógépes játékok, ugye most jött ki a Hogwarts Legacy. Én az eredeti játékok közül a harmadikkal játszottam, mert az volt meg. Én pedig a társas játékot próbáltam ki. Egyébként Maresznak, az előadónknak pont van egy ilyen bemutató videója erről is. De szerintem erről ő többet tud mesélni, igen. Úgyhogy eleget téptük a szánkat egy első körben. Fogadjátok Maresz nagyon sok szeretettel. Sziasztok! Húdásokat vagytok! Köszöntök mindenkit, én Maresz vagyok, és Maresz Mor néven találhatok meg engem a YouTube-on. Én varázsvilággal kapcsolatos tartalmakat gyártok, elsősorban kicsomagoló videó formájában, merchandise-okkal, társasjátékokkal, Lego-szettekkel, mindenfélével foglalkozom, de ezen kívül természetesen bármi jöhet, ami ezzel a világgal, a varázsvilággal és a Harry Potter univerzummal kapcsolatos, tehát helyszínek és a legújabb Hogwarts Legacy játék is. Az előadásom az a Hogwarts Legacy és a varázsvilág kapcsolatáról fog szólni, és azért, mert ez egy nagyon friss tartalom, elengedhetetlen, hogy megvizsgáljuk ennek a jelenlétét, a varázsvilágban betöltött szerepét, az elvárásokat, és azt, hogy mit kaptunk ténylegesen. De mielőtt elkezdenénk, meg szeretném kérdezni, hogy tegyék fel azok a kezüket, akik olvasták a Harry Potter könyveket. Szuper, csak hogy kis képet kapjak. Akik látták a Harry Potter filmeket, ezek még többen vagytok, aztán akik látták a legendás állatok filmeket, és akik játszottak vagy játszanak jelenleg is a Hogwarts Legacy-vel. Okay. És aki egyáltalán tud bármit a Hogwarts Legacy-ről, jó, az egy kicsit több. Okay. Csak hogy képet kapja. Vizsgáljuk meg, hogy milyen szerepet tölt be ez a játék a Mugli világban. Ja, persze le kell szögeznem, hogy én is játszok a Hogwarts Legacy-vel, tehát tudok érdemben mondani róla dolgokat. Még nem játszottam ki, szóval jelenleg nyomom. Milyen szerepet tölt be a Mugli világban? Az vitathatatlan, hogy szükségünk volt az új tartalomra. Ugye az utolsó Harry Potter kötet, az 2008-ban jelent meg, a Halál Erekély második részfilm az 2011-ben, és a Legendás Állatok első része, tehát a film, az pedig 2016-ban. Na már most az utóbbi két tartalom, tehát a
utolsó Harry Potter film és a legendás állatok első film között. Eltelt azért jó hosszú idő, és lényegében a merchandise-on, a Harry Potter stúdión, és esetlegesen a Pottermore oldalon, ami később ugye Wizarding World oldal lett, nem igazán volt bármi is, ami bent tartotta volna a fandomban a rajongókat. Beszéljünk itt egy kicsit a merchandise-okról, hiszen elsősorban ezzel foglalkozom. Ugye vannak alapból a hivatalos replikák, kellékek, különböző hivatalos Wizarding World által kiadott merch-ök. Ezen kívül vannak ugye a különböző kiadású borítók, de nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy külföldön főleg vannak varázsvilág ihlette dobozok, amik előfizetési alapon működnek, és minden hónapban, két havonta vagy három havonta kapsz egy ilyen dobozt. Én ezeket rendelgetem, mert így tudtam leginkább kapcsolódni a világhoz. Ezeken kívül ugye marad a társasjáték, a Lego, meg ahogy említettem, a különböző kiadású kötetek, de hát a végtelenségig nem lehet a merchből megélni. És ugye nem csak az új tartalomra volt így igazából a rajongóknak szükségük, de a jó tartalomra is, mert hogy az utóbbi évben, amit így kaptunk ebben a világban, mint például a Quiz bajnokság, a Visszatérés a Roxfordba dokumentumfilm, a Legendás állatok franchise, hát ez valljuk be őszintén, hogy nem igazán az volt, mint amire így szükségünk lett volna. Most elsősorban ugye én a rajongókat képviselem, mert én magam is az vagyok. Vizsgáljuk meg azért a legendás állatokat és megfigyelésük filmet, mert hát elengedhetetlen, hogy beszéljünk erről. Ugye ez az a franchise volt az, ami megpróbálta feléleszteni így a varázsvilág lappangó tüzét, ami így hibernálódott. És valójában az alapkoncepció az jó volt, mert ugye univerzumot akart építeni, bővíteni akarta ezt a világot. Az más kérdés, hogy a kivitelezés az, hát az már kevésbé sikerült, mert valójában ugye működhetett volna, de miért is? Mert alapból fogott egy olyan szereplőt, akiről nem igazán tudtunk sokat, ugye Goethe Salamander, aki benne van a Harry Potter univerzumban, de csak annyira, hogy ő írta a legendás állatok és megfigyelésük tankönyvet, amit ugye Harryék is használnak a legendás állatok órán. Sok mindent nem tudtunk erről a szereplőről, tehát lehetőség lett volna arra, hogy olyan történetet kerekítsenek köré, amilyet csak akarnak. Megszerettethette volna egy új generációval a varázsvilágot, hiszen azóta nagyon sok mindenki felnőtt, és nem biztos, hogy olvassa a könyveket, vagy látta a filmeket. Tehát egyértelmű, hogy sok potenciál volt benne. De mégis, hol bukott el ez a dolog? Hát szerintem az egyik pontja az az, hogy filmet csináltak ebből, nem pedig sorozatot. És azért gondolom ezt, mert ma már a sorozatokban több lehetőség van. Most ha megnézzük azt, hogy van egy 8 részes sorozatod, amiben minden rész 1 órát ölel magába, vagy 50 percet, az ugye mondjuk 8 óra. Azzal szemben, hogy mondjuk van egy film, ahol két és fél órába ugye bele kell férned, természetesen, hogy nem tudsz. Nem tudod olyan jól felépíteni a történetet, nem tudod olyan jól kifejteni a karaktereket, karakterfejlődést, elbizonytalanítást, minthogyha ezt egy sorozatos formában teszed meg. Tehát lehet, hogy kicsit összecsapottabb lesz. A másik hiba, ami így a legendás állatokkal történt, az az, hogy nem foglalkoztak a rajongókkal, ugyanis olyan ellentmondások vannak benne, amiknek köszönhetően az, aki olvasta a köteteket, csak így húzza a száját, és becsapottnak érzi magát, mint ahogy én is. És az egyik példa erre a Dumbledore szál így a harmadik kötetben. És nagyon érződik a filmekből, hogy arra mentek rá, hogy azoknak mondjon újat ez a filmsorozat, akik egyáltalán nem olvasták a Harry Potter sorozatot. Tehát nem foglalkoztak a rajongókkal. Plusz az is érződik, hogy Rowling nem igazán akart már ezzel a világgal foglalkozni, a legendás állatokkal is, és leginkább ez a harmadik részben érződik. Összegezve, mert a legendás állatok franchise szerintem nem ért el a kívánt hatást. Ellenben itt van nekünk ez a Hogwarts Legacy játék, és azt gondolom, hogy valójában ez a játék tölti be azt, amit a legendás állatoknak kellett volna. Mondom is, hogy miért gondolom ezt. Először is tovább építi az univerzumot, egy olyan mágia forrással foglalkozik, a mágiának egy olyan szeletével, amiről eddig nem tudtunk semmit sem, tehát ez
azt így pluszból ugye megalkották, egy ősi mágia sztori van benne. Információkat tudunk meg más országokban létező varázslóiskolákról, ugye ez a legendás állatokban is megvan, mindegyik részben újabb és újabb varázsvilággal és minisztériummal ismerkedünk meg. Itt ebben a játékban példa erre, hogy van egy olyan karakter, akit úgy hívnak, hogy Natsai Unai, aki Agaduból jött, ami Ugandában van, és ők varázspálca nélkül varázsolnak. Lehet vele beszélgetni, és egy csomó információt megtudni. Aztán miért követi be továbbá még a játék azt, amit a legendás állatoknak kellett volna? Izgalmas a történet, és emellett még nagyon jó is. Ugyanúgy korábban játszódik ez a sztori, mint ahogyan a legendás állatok is, csak ugye más szeletben, más időszakban. És ennek köszönhetően ugye lehetőség van arra, hogy elhatárolódjon az eredeti történettől, mint ahogy a legendás állatokban is meg lett volna erre a lehetőség. Miközben amúgy ebben a játékban utalások is vannak, és lehetnek az eredeti szériára is. És ebben a játékban például az egyik karakter, ugye az igazgató, az Phineas Nigelus Beck, aki az eredeti történetben elsősorban ugye az ötödik résztől kezdve látjuk, ott van a Fönix Szennyének a hadiszállásán egy portré formájában. Itt a játékban ő vezeti a Roxfortot. Érződik amúgy ezen a játékon, hogy rajongók készítették rajongóknak, tehát akartak ezzel foglalkozni, és nem pedig kényszerből készítették el. A játék tele van nyilvánvaló és rejtett utalásokkal is. Én ugye ezt vártam volna rajongóként a legendás állatoktól, ahol ezt nem kaptam meg, itt viszont igen. És néhány példa rá. Megvan benne a 100 fülé főzés egy mosdóban, az egyik toronyban elrejtve véletlenül lehet megtalálni, hogy egy WC-ben van egy fortyogó 100 fülé főzetes üst. Aztán megtalálható ebben a játékban a titkok kamrájás mosdó, de nem csak a mosdó, hanem konkrétan van egy kígyójel azon a csapon, ahol majd kinyílik sok száz évvel később, vagyis hát 100 évvel később a titkok kamrája a történetben. Ugye a Harry Potter történetben. De példa még erre, hogy utaltak a kimulás napi partira, és nem csak utaltak, hanem te elmehetsz a kimulás napi partira. Van utalás a fejvesztett futamra, ugye ezek elsősorban mind a könyvekre épülnek, könyves információ. És ahogy már belengedtem ezt a könyves információt, nem csak a könyvekre épít ez a játék, hanem az összes létező varázsvilággal kapcsolatban megjelent tartalomra, ugye könyvekre, filmekre, a legendás állatkönyvekre, a legendás állatok filmekre és a videójátékokra is. Ez a játék olyan dolgokat is valósít meg így vizuálisan, tehát kapsz egy képet, amit eddig csak így elképzeltél, most pedig bejárhatod, például konkrétan a Roxford altajától lesétálhatsz Roxfordba, és nem csak az, hogy így átteleportálsz, vagy megnézed, hogy milyen a Roxford, hanem konkrétan végigmehetsz ezen az úton. Vagy ott vannak a klubhelyiségek. Az összes klubhelyiség megtalálható ebben a játékban, és nem hagyták ki sem a hollóhátat, sem a kukrabugot, és nem csak a mainstream klubhelyiségekre mentek rá, mint a Gryffindorra és Mordekára, hanem mindegyikre, ami szerintem azért is jó, mert a filmekből ezeket kihagyták, tehát csak is kizárólag az elképzelt dolgokra tudtál eddig építeni. Vagy ott van például a Gringotts. A Gringottsot is bejárod, de nem csak az előcsarnokot, hanem konkrétan a csile kocsikkal utazol végig, és elmész egy széfhez. Ugye a filmből ezt is kihagyták. Aztán ugye a legendás állatoknál is bevonzhatod volna olyan embereket, akik nem voltak kapcsolatban ezzel a világgal. Ennél a játéknál ugyanez megvan. Benne tartja ugye azokat, akik szeretik ezt a világot, tudnak kapcsolódni hozzá, de közben, akik mondjuk nem annyira ismerik, mint például a gamerek, ők is megszerethetik azáltal, hogy valószínűleg ki fogják próbálni, mert hogy ez egy nagyon nem is hirtelen felkapott, de nagyon várt játék volt. Ami még pozitívum ennek a játéknak, hogy te magad válsz konkrétan részesévé a varázsvilágnak, mert hogy egy ötödéves diákot alakítasz. Te egy ötödéves diákként kezded el az iskolát Roxfordban,
és ugye meg kell tanulnod, a varázsigéket fel kell fedezned, az iskolát, stb. És így te aktív szereplőjévé válsz, tehát konkrétan benne vagy ebben a világban, és nem pedig passzív szereplője, mint bármelyik filmes tartalomnak, vagy tartalom kapcsán. Emellett ugye a legendás állatoknál volt egy korlát, hiszen bele kellett férni egy filmnek a kereteibe, tehát a 2-2.5 órába. Itt viszont ennél a játéknál egyáltalán nincsen időport, időhöz kötve, annyit töltesz el benne, amennyit csak szeretnél, mert például el is tudsz veszni a részletekben, mert nagyon részletesen kidolgozott, gazdag, rengeteg mindent lehet a játékban csinálni, de hogyha nincsen ehhez kedved, akkor pörgetheted is a sztorit, csak a sztorira is rámehetsz, és ki is hagyhatod az ilyen mellékküldetéseket. Tehát tényleg te döntöd el, hogy így mennyit szeretnél ott tölteni. És pluszban még lehetőséget ad a játék, hogy újra és újra vissza akarjál jönni, nem csak megnézni ugye a filmeket, vagy újra elolvasni a könyveket, hanem újra és újra vissza akarsz jönni. És ezt olyan mértékben fejlesztették ki, hogy a játék során te újra játszhatod ezt a játékot, akár 4 különböző házbeli karakterrel is. Tehát nem az van, hogy csak egy valaki vagy, hanem választhatsz, hogy te most griffendéles diák akarsz lenni, hollóhátas, ugrabugos vagy martakáros, és arra is építettek, hogy bizonyos mellékküldetések és bizonyos küldetések, azok eltérőek legyenek ahhoz képest, hogy te melyik háznak a tagja vagy. Tehát ezért akarja, hogy még inkább újra és újra átéld ezt a lehetőséget, és valóban meg fogod ezt valószínűleg csinálni, hogyha benne akarsz lenni ebben a játékban, mert hogyha mondjuk mardekáros vagy, akkor végigviszed azokat a mellékküldetéseket, de ugye mást kapsz, hogyha mondjuk hollóhátas diák vagy. Most vizsgáljuk meg, hogy milyen létező dolgokra épít ez a játék. Ugye, ahogy mondtam, vannak könyves tartalmak, filmes tartalmak, legendás, stb. Először kezdjük, mondok pár példát a Harry Potter könyvekre, hogy milyen utalások vannak benne. Ugye beszéltem a klubhelyiségekről, hogy mindegyik klubhelyiség benne van. Nem csak, hogy benne van, de úgy csinálták meg a klubhelyiségeket, mint amilyen leírást mi tudtunk a Harry Potter könyvekből. Én egy hollóhátas karaktert játszom, azt hiszem, hogy így ki is pályáz, látjátok, hogy én hollóhátas vagyok. Tehát az én Hogwarts Legacy-s karakterem a hollóhátba jár, így ugye én a hollóhátnak a klubhelyiségébe léphetek be. Na már most, mi az, amit leírtak a kötetben és elképzeltem, és itt megvalósítottak? Azt, hogy a hollóhát klubhelyiségébe egy fa táblán van egy bronz sarskopogtató, így lehet, úgy lehet bemenni, hogy meg kell oldani egy rejtvényt. Ezt megcsinálták a játékban. Az más kérdés, hogy van egy beépített videó erről, tehát nem ténylegesen nekem kell megfejtenem a rejtvényt. Először, másodszor pedig már automatikusan beenged, de figyeltek erre a részletre és megcsinálták. Másodszorban a címerállat ebben a játékban valóban sas, nem pedig holló, mint ahogy a legtöbb esetben a különböző merchandise-okon és a filmeken is hollót raktak, holott ez egy kamu. Aztán a ház színei a könyv leírásai alapján, és ugye az volt először, az a bronz és a kék, és nem pedig a szürke, vagy ezüst és a kék, mint ahogy ugye itt a sálamon is van, ugye ezt is a filmekben megváltoztatták, mert azt gondolták, hogy ez jobban fog kinézni. Toronyszárnyban van a hollóhátnak a klubhelysége, és csigalépcső vezet felfele, ez a játékban ugyanígy van. És maga pedig a helység, az egy tágas kerek terem, kupolás mennyezete van, amelyet csillagok díszítenek, ezek visszaköszönnek a szőnyekben, amik kék színűek. A játékban ugyanez van, és ráadásul a beugróban megtalálható hollóháti Hedwignek a márványszobra, rajta a diadémmal, és ezt a könyvből is nagyon jól tudjuk, mert hogy ugye Harry elmegy, hogy megtudja, hogy néz ki hollóhátinak a diadémja, és ugyanígy itt van a filmben is a szobor, és maga rajta a diadém. De mondok másik példát, be lehet jutni a konyhába, ami szerintem egy iszonyatosan király dolog, hogy ezt megcsinálták a filmben, és nem csak, hogy be lehet jutni, hanem úgy lehet bejutni ebbe a konyhába a játékban, mint ahogy a könyv leírásában is megvan, tehát meg kell csiklantozni a festményen lévő körtét. De például, ami megvan a szükségszobája, a szükségszobájába úgy kell bejutnia, hogy a könyv leírása alapján van, és szemben ott van az ajtóval szemben a balettozó trollos fajkárpit rajta vadar barnabással.
De nem csak ilyen egyértelmű utalások vannak benne, hanem párhuzamok is, mint például a játékban van egy szereplő, egy tanár, aki Weasley professzor, tehát ugye Ronnak egy őse, és van neki egy házimama barátja, akit Dicknek hívnak, és ez egy párhuzam Harry és Dobby barátságára, Dobby házimama barátságára, és ráadásul ezen még túl is mentek, mert mind a két karakter, tehát Weasley és Dick, illetve Harry és Dobby, másodéves koruk óta vannak szoros barátságban. A játékban is ezt írták, vagy megcsinálták, és ugye a könyvben is ez van. De vannak ilyen egy-egy mondatos utalások, mint például, hogy a mézes falásban milyen típusú ételek vannak, a bűvös bizsere, amitől így lebegni fogsz, ezt a játékban így mellékesen kipróbálhatod, és valóban lebegsz tőle, vagy például a fekete borsbogyó, ami garantált tüzes lehelletet ad, és hogyha megeszi a karaktered a játékban, akkor tényleg tüzet okál. És természetesen ezek mellett ugye rengeteg varázsige is van, amire így épít, de erről később fogok beszélni. Nézzük, hogy milyen utalások vannak például, mire épít a Harry Potter filmek kapcsán. Egytől egyig megcsinálták a mandragórás jelenetet a gyógynövénytanon. Ez mindenki eldöntözi, hogy tetszik neki vagy sem, nekem abszolút nagyon tetszik. Nem csak, hogy hippogriff van a játékban és utazhatsz hippogriffel, hanem konkrétan újra lehet játszani azt a jelenetet, ami a Harry Potter harmadik részben van, ugye, hogy Harry is repül a kis hippogriffel a tó fölött, és akkor a hippogriff karma így bele megy a vízbe. Na hát, ezt konkrétan meg lehet csinálni. Én ettől így felrobbant az agyam, nagyon tetszett. Aztán nem csak, hogy ugye szükségszobája van, de a szükségszobájában benne van a volt lincs szekrény, és ugye ez a játék az 1800-as években játszódik, ugye, ha jól tudom, és hát ugye a volt lincs szekrény sokkal később van, de persze ugye még ott lehet a szükségszobájában, tehát ez is ott van. Vagy például benne van a játékban a mumus szekrény. A filmből ismert Dumbledore szónoki baglyos állványa, vagy például találunk gerinc alakú gyertyákat, és ami nagyon tetszik, és szintén egy ilyen utalás, egy fanservice, hogy megszerezhetsz egy ilyen dísztárgyat, ami a szükségszobáját tudja neked díszíteni, és ez egy olyan dísztárgy, ami a Gringottsból kiszabaduló sárkányt mutatja, ami még sehol nincsen ugye ebben a történetben, ahhoz képest, hogy majd ugye mikor lesz a Harry Potterben. Vagy ami nem feltétlenül annyira egyértelmű, de mégis, hogyha figyelsz rá, akkor észrevehető, hogy a sötét varázslatok kivédése teremben ott van a padlón a titkok kamrája filmből ismert párbaj szakkör színpad, és ez egy adott ponton így feljön. De nem csak ilyen elemeket vesz igazából a filmből, hanem épít a párbaj technikára is. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az ötödik résztnek volt egy pálca harc koreográfusa, akit Paul Harrisnek hívnak, és ő alkotta meg, ő konkrétan kiépített egy ilyen varázslás párbaj nyelvezetet, és hogyha ellátogatunk a londoni Harry Potter stúdióba, akkor egy kivetítőn ő oktat minket arról, hogy hogyan kell helyesen párbajozni, milyen mozdulatok vannak, hogyan kell védekezni és hogyan kell támadni. Nekem szerencsém volt, mert engem személyesen is oktatott a kedves úriember, aki nagyon szimpatikus volt, tehát engem ugye személyesen avatott be a helyes technikákba és a mozdulatok rejtelmeibe. Ezek a mozdulatok ebben a játékban felfedezhetőek, amikor varázsol a karakterünk, tehát építettek és fontosnak tartották azt, hogy amit már korábban kialakítottak nyelvezetet, az itt is meglegyen. De ugye ugyanúgy vannak varázsigék, amik csak a filmből származnak, erről szintén fogok később beszélni. Nem csak ugye a Harry Potterekre épített, hanem a legendás állatok filmre, ugye mivel a film kapcsán látványról beszélünk, hát itt is elsősorban látványról kell beszélni. Például állatokat jelenít meg, ugye úgy, ahogy a filmben néztek ki a legendás filmekben például. A furkász ugyanúgy néz ki, a szemiflázs is benne van a játékban, ugyanúgy néz ki. A holdborjuk is hasonlóan néznek ki, de nagyon úgy, mint a filmben, vagy például a kelpi. Nem csak az állatokra, hanem valójában a varázsigéknek a megjelenítési módjára is épít. Például a játékban használjuk a protégó bűbányt, és a protégót ugye ismerjük a könyvből, a Harry Potter könyvből, a filmből is, de a filmben
úgy jelenítették meg, hogyha használták, akkor egy ilyen láthatatlan pajzsot épített, húzott eléd. A legendás állatok második részében viszont már egy ilyen buborék van, hogyha használod, akkor egy buborék jön köréd, és ez egészen konkrétan ott van, amikor Creedence így rá robbantja az egyik ilyen emberkére a házat, akkor egy buborékos kortépot varázsol magára. A játékban ezt az utóbbit használták, buborék képződik köréd, és hogyha valaki hátulról megtámad, úgyhogy előre egyébként párbajozol mással, akkor ugyanúgy kivédi az átkot. De például, ami szerintem szintén ilyen nagyon hasonló és a filmből kölcsönözték, az az árfeltörés. Itt ugye az eredetire is, az eredeti Harry Potterre is épít, meg a legendás állatokra, ugye alomórát kell használni ahhoz, hogy feltörni az árakat. Viszont ugye a legendás állatokban nem feltétlenül egyszerű feltörni ezeket az árakat. Queen nem tudja kiszabadítani, vagy még kinyitni Graves irodájának az ajtaját, mert hogy trükkös zárral zárta be. És a játék során itt is nem az van, hogy csak így azt mondod, hogy alomóra és kinyílt, hanem konkrétan így fel kell törnöd az árat, és három rétege van, három fejlesztése van ugye ennek az árfeltörésnek, és te magad, mintha egy ilyen ugli eszközét feltörnéd, így nem tudom, így joystickkal körkörözni kell, mert hogy nem tudom, hogy a PC-n hogy van, én Xbox-on játszom, ott joystickkal kell feltörni az alohomóráknak köszönhetően az árakat. De ami szintén egyértelmű utalás, az Goethe bőröngye, mert hogy megidézik azt, hogy állatokat kell menteni. Hasonlóan, kicsit hasonlóan néz ki a bőrönd, mint Goethe, de mégis másmilyen, és megmented az állatokat a játékban, begyűjtöd őket, és utána pedig egy ilyen szabad területre kell kiraknod. De persze, ami szerintem nagyon pozitívum a játéknak, hogy nem csak a filmes elemekre és a legendás filmekre épít, hanem erre a bizonyos legendás állatok tankönyvre is, ami nekem például otthon van a polcomon, de talán másnál is megvan. És a játék ugye rengeteg lényt jelenít meg ebből a könyvből, néhányal van kontakt, néhány pedig csak látványelemként van, tehát például ajtón, képre vagy szobor formájában, és külsejükben a tulajdonságaikat és a viselkedésüket is a legtöbb esetben az így tökéletesen megegyezik a könyvben leírtakkal. Néhány példa. Van ez a törpe bolymó, ami ugye Puffskin az eredeti neve. Itt nem úgy néz ki a játékban, mint a Harry Potter filmben, viszont a leírás alapján ez megegyezik, mert hogy nyüfögő hangot ad, amikor megszeretgetjük, hosszú a nyelve, amit kidug, hogyha így eszik, és képes megnyalni az orjukat is. De például ugyanúgy benne van ebből a könyvből a Dagbog, a Whooper, ami a Huru névre hallgat, ugye a Wedborg, ahogy mondtam, Runespur, ami a Runa kígyó, a Testrálok, a Nézl, ami Murmánc, és például a Quintiped is, ami szintén a könyvben szereplő lény. Mindezek mellett a videójátékokból is kölcsönöz, korábbi Harry Potter-es videójátékunknak a pozitív elemét így összegyűjtötte és felhasználta, tehát szerintem egyértelmű, hogy a játékkészítők az egész Harry Potter univerzum kapcsán tisztelegni akartak és jól akarták ezt megcsinálni. Például a videójátékokra. Tehát alapból ugye fel kell fedezni a Roxfortot, ott mászkálsz bennem, de nem csak az van, hogy mászkálsz, hanem tele van a Roxfort titokkal is. Az eredeti, ugye, bölcsekköve és titkok kamrája játékban is ezt kell csinálni, hogy titkokat kellett felfedezni. De a varázsigéket is, ugye, meg kell tanulni a varázsigéket, és a varázsigék megtanításában is kölcsönzött dolgokat az eredeti játékokból. Ötvözi az első és a második játéknak a benne szereplő varázsige megtanulási mechanizmust, tehát az van, hogy ábra van ebben a játékban, a varázspálcád megy rajta, és bizonyos esetben meg kell nyomnod a gombokat. Ez van a Hogwarts Legacy-ben. A bölcsek köve PC játékban, vagy videójátékban egeret kellett mozgatni, és egy konkrétan ugyanígy mozdulat volt, végig kellett húzni rajta az egeret. A titkok kamrájás játékban viszont az volt, hogy szintén ezen a mozdulaton ott automatikusan ment a varázspálcád, és bizonyos pontokon bizonyos gombokat kellett megnyomnod. Tehát itt is van egy ilyen párhuzamba
hozás. Vagy például Wiggenwelt bájitalt kell főzni ahhoz, hogy mondjuk megnövekedjen az erőt, és ez benne volt az eredeti Harry Potterből csekkőbe titkok kamrája Azkabani fogoly és a Főnix rendje játékban is. De a Hogwarts Legacy varázsigék szempontjából is épít a korábbi videójátékokra. És most akkor ezen a ponton beszélnék is a varázsigékről, hiszen nagyon fontos egy varázsvilágban játszódó játék kapcsán, hogy amúgy milyen a varázslat, és bizonyos varázsigéket meg kell tanulni, ahogyan ugye ahogy a korábban említett módon, de vannak mások, amiket már alapból egyébként így birtokolsz, csak egy adott ponton el kell jutnod, és akkor tanítja vagy mutatja meg a játék, hogy neked mit kell csinálnod. Különböző ellenségekre különböző varázslatok hatnak, és leginkább azok, hogy tehát nem mindegyik hatékony, mindegyik ellenségre. A játékban a karaktered kimondja, és nem csak a te karaktered, hanem kb. Mindenkinek a karaktere, kimondja a varázsigét, amikor használod, tehát nem néma varázslás van, mint mondjuk a Harry Potter filmekben. A meglévő varázsigéknél, amikor megtanulod ugye a varázslatot, azt a mozdatot kell végig csinálnod a megtanulási mechanizmusban, mint amit már korábban kiadtak, és mondjuk egy társasjátékokból ismerhetjük, tehát például az Invito megtanulásánál, ami ugye az eredeti Accio, ott egy ívet kell megcsinálnod, a Rebellio megtanulásánál egy R betűt kell végigcsinálnod, a Reparónál pedig egy ilyen befele csiga részt. Neked kell kiválasztanod a varázsigét, tehát nem az van, mint mondjuk az első-második játéknál, a PC játéknál, hogy automatikusan varázsolt, amikor, tehát mondjuk a Flippendo-nál azt varázsolta, a későbbi elagógóránál meg azt varázsolta, hanem itt neked kell megcsinálod. És ugye itt is ez a varázsigék mindenhonnan merítenek. Pár varázsigét szeretnék felsorolni, hogy mi az, ami benne van a játékban. És az egyik ez a Revelio, amit magyarul amúgy demonstrátinak fordítottak. És az előfordulása az eredeti első megjelenése az a 6. könyvben volt. Hermione ezt használta a Félbér herceg könyvben, hogy feltárja annak sötét titkait, de amúgy a legendás állatok filmben is szerepel, mert hogy Goethe ezt használta, hogy kiderüljön Gravesről, hogy a Grindelwald. A játékban itt is, mert ebben a játékban is felfedő bűvárként működik, hogyha használod, akkor megtudod, hogy milyen dolgokat rejtettek el. Példa arra, hogy a játék saját varázslatot hozott létre, az a Levioso, és ez nem összehasonlítható, vagy nem összekeverhető a Wingardium Leviosával, az is benne van amúgy a játékban. És a Levioso az lényegében ugyanúgy levegtető bűbáj, csak mindenre is hat, nem csak tárgyakra, mint a Wingardium Leviosa vagy Leviosa, hanem személyekre, lényekre és tárgyakra is. Ami eltérő varázslat, az az Accio, vagyis az Invito, mármint ahogy itt megjelentették a játékban, mert ugye ez egy begyűjtő bűbáj, a 4. könyvben használták legelőször, csak is tárgyakon működött a történet szerint. Itt viszont mindenre lehet használni, emberre, lényre és tárgyakra is. Aztán videójáték varázslatra példa a Glacius, vagyis Glacius nevű bűbáj. Ennek nincsen magyar fordítása, ez egy fagyasztó bűvály, és a 3. rész videójátékban hozták létre, ott jelenítették meg, sem a könyvben, sem a filmben nincsen. Ebben a játékban ugyanaz a szerepe, megfagyasztja azt, amit használják. Példa a filmben lévő varázslatra, hogy onnan ismerítettek, ez a bombárdát, ami robbant a bűvály, ez nincsen benne az eredeti Harry Potter kötetekben, a 3. rész filmben van, amikor Hermione kiszabadítja a Sirius, azt ezzel teszi meg. És a játékban itt is ugyanazt csinálják, mint amit a filmben, tehát felrobbantja azt, amit használod. Zárásképpen nézzük meg, hogy olyan játékot kaptunk-e, amilyenre vágytunk, elégedettek lehetünk-e. Rajongói szempontból én azt mondom, hogy rajongók mindenképpen elégedettek lehetnek, én abszolút az vagyok, mert minden, amit elmondtam, azzal egészítem ki, hogy hangulatában és a zenei megdézésében is abszolút hozza azt a varázsvilág hangulatot, amit mi ugye a kis varázslók tanult történetében ismertünk meg.
belekötni, ott lehetnek, amit valószínűleg sokan megtesznek, hogy ez nem egy kánon tartalom, vannak változtatások, nyilván történnek vagy történhetnek változtatások a játék során, mert hogy semmilyen köze nincsen azon kívül, hogy ez a varázsvilágban játszódik ez a történet, Rowlingnak vagy Rowlinghoz ennek a... Tehát a játék nincs köze Rowlinghoz. És szerintem a változtatás sokszor jó dolog, és pár példa erre, hogy aki a kastély kinézete az összes filmben is változott, tehát a Harry Potter filmeken belül is változott, a legendás filmeken is belül is változott, és a Harry Potter videójátékokban is, és itt is változott, például nincsen az a hosszú híd, amit a filmben látunk, vagy például nem emeletek vannak a kastélyban ennél a játéknál, hanem konkrétan szárnyak vannak, és mondjuk tudjuk, hogy a pincében és az alaksorban van, a pincében van a Martekának a klubhelysége, az alaksorban pedig a Ugravognak a klubhelysége, itt is valahol lent van, de egy külön szárnyban, vagy például Hiszt is mértél most, hogy jaj, majd a Harry Potter filmben vagy könyvekben lesz, ez nem a második emeleten van itt a játékban, hanem konkrétan a Mordekár klubhelysége mellett. Játék szempontból egyébként boldogok lehetünk-e? Hát ezt a kérdést egyébként nem tudom, mert hogy én nem vagyok gamer, tehát ezt a részét nem tudom megvizsgálni, de hogy ez egy open world játék, és azok a dolgok, amik az open world játékokban megvannak, azok abszolút itt is felfedezhetőek, tehát van loot, főküldetések, szintlépések, ezek mind megvannak itt, és nagyon-nagyon sokat elárul az, hogy az eladási rekordokat megdöntötte ez a játék, illetve a streamelések és a stream nézési rekordokat. Tehát az biztos, hogy van helye ennek a játékban, van helye ennek a játéknak a varázsvilágban, és ráadásul méltó helye van a Hogwarts Legacy-nek a varázsvilágban. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi felvel mára, hogyha szeretnétek további Harry Potter-es tartalmakat, vagy varázsvilágos tartalmakat, akkor mindenképpen kövessetek le a YouTube-on. Köszönöm szépen!